Kifejezetten beltéri használatra készült egészségvédő sportpadlót fejlesztett ki a Graboplast. A tornatermekben sportcsarnokokban használt padló különlegessége, hogy mindössze 10 mm vastag, ennek ellenére rendkívül jó hatásfokkal védi a rajta mozgók izületeit és vázrendszerét. Különleges azért, mert olyan határokat feszeket, olyan vastagságokat, amiket hagyományosan ezekkel a padlógyártási módszerekkel szinte nem lehet gyártani, és ezzel a vastagsággal el lehet érni egy olyan erőleépülést, amikor ez a termék egymagában a felnőtteknek, gyerekeknek lehetővé teszi, hogy az, azt az erőleépülést, amit általában a szabvány erőjére ezt el tudják érni. A padló felületének kiemelkedően jó a kopás állósága és könnyedén takarítható. A burkolat az optimális csúszást is biztosítja a sportolóknak és a tornaurá mozgó gyermekeknek egyaránt. Ez kiemelkedően fontos egy sportpadló esetében, mivel nem csak a csúszós, hanem a kifejezetten tapadós felület is sérülés veszélyes lehet. A csúsz technológiájú sportpadló előnye, hogy már nagyon kis súlynál kifejti izületvédő funkcióját, így a gyerekek sportolása során is használható. A labda jól pattanjon rajta, hogy, hogy ne csusszon, de ne is legyen túl ragacsos, mert a, mind a kettő egyfajta problémát jelent. Tudni kell nagyon könnyen takarítani, mert a nem könnyű takarítás esetén fél év múlva nagyon csúnyává válik a termék, ez is a Kraposztak egy speciális gyártási eljárásából fakad, és hát ha így veszük, igen, az a legfontosabb, hogyha nem csak egy-egy sporteseményről beszélünk, hanem hogy az emberek rendszeresen sportolnak, és az ízleteket tönkre teszik, ha nem megfelelő erőleépüléssel találkoznak. A cég évente 100 ezer négyzetméter ilyen típusú padlógyártását tervezi, melyet a hazai és a nemzetközi piacon kívánnak értékesíteni.